A nagy befőzés Matilda a mosómedve nagyon boldog volt, hogy idén rengeteg gyümölcs termett a kertjében. Alma, körte, szilva, barack, és mind egészséges, örvendezett. A mosómedve napokig szedte a termést. Mire mindent betakarított, megtelt a kamra és a konyha is gyümölcsel. Ekkor rádöbbent, hogy ezeket eltenni több munka lesz, mint összeszedni. Segítséget kell hívnom, gondolta. Lement hát az erdei kisboltba, hogy a hirdető táblára kitűzzen egy hirdetést. Elek a gólya éppen ekkor lépett be az ajtón, és látta a cetlit. Én szívesen segítek, délutánonként ráérek, ajánlotta magát. Tényleg? Hát ez nagyszerű, Örvendezett a mosómedve a gyorsan jött szerencsének. Másnap neki is láttak a gyümölcsök elrakásának. Először a szilvát és a barackot főzték belekvárnak. Került kompótnak is mindkettőből. Néhány nap múlva következett az alma. Abból volt a legtöbb. Elek szorgalmasan hámozott és szeletelt, Matilda pedig főzött és dunstolt. A munkával alig egy hét alatt végeztek. Nézd csak, Elek, mennyi finomság, mutatta a befőtteket csillogó szemekkel Matilda. Ezt neked köszönhetem, hálálkodott a mosómedve. Szívesen segítettem, válaszolta a gólya, és nagyon jó érzés járta át, amiért jót teheted valakivel. Nézd csak, Matilda egy nagy kosárral lépett Elekhez, ami tele volt befőttel és lekvárral. Élen nincs friss gyümölcs, így viszont lesz, miből csemegézned. Megérdemled.